Köszöntöm a Phoenix konyha nézőit! Elérkezett az a pillanat, amikor kimozdulhatunk a természetbe a mozdítható konyhapultunkkal, és egy olyan rendezvény keretén belül vagyunk, ahol először szervezik meg ezt a rendezvényt, de hogy mit is kell erről tudni, Kolumbán Dávid barátomat fogom megkérdezni. Szia Dávid! Szia Hunor! Köszöntöm a kedves nézőket! Az első alkalommal megszervezendő székelyföldi Mangalica konferencián vagyunk. A konferencia helyszínéről azt kell tudnunk, hogy Székelykeresztúr melletti Szent Ábrahám községben vagyunk, Magyar András falván, Dodó tanyáján. És mi az, amit érdemes tudni a Mangalicáról? Egy pár mondatban légy szíves, hogy fejtsd ki. A Mangalicáról azt kell tudnunk, hogy egy ősi magyar fajtánk, amely az egyetlen magyar sertésfajta. Ősi génekkel rendelkezik, nagyon egészséges a húsa, de ahhoz, hogy egészséges mangalicája legyen és egészséges alapanyagot biztosítson az a sertés, külterjes tartásra van szükség, ami azt jelenti, hogy kertben, szabad tartásban, félrideg tartásban kell tartanunk ahhoz, hogy jó indulatú koleszterin rakodjon le a zsírszöveteiben és telítetlen zsírsavak gyűjjenek fel, ami nekünk jó alapanyagot tud biztosítani a főzésekhez. Mit hoztál ma nekünk itt főzni? Én ma egy ropogós mangalica füstölt csülköt fogok készíteni kakukkfűves puliszkával, tormahabbal és hagymakoronával. És akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy mit lehet tudni erről a csülökről, erről a füstölésről, a módozatáról? Erről a mangalica csülökről azt kell tudnunk, hogy a gyergyói székelyfalattól kaptuk, amely feldolgozóra azt kell tudnunk, hogy teljesen hagyományos termékeket készít, tehát hagyományos módszerekkel, eljárásokkal készíti el a termékeit. A csülök esetében füstölés, ami azt jelenti, hogy egy Csíkszentsimonban elkészített spéci moszttal füstölik, ami hajnélküli hükfát meg borsika fenyőt tartalmaz. Speciális ízvilágot nyújt a csülöknek. Köszönjük Dávidnak az információkat, és sok sikert kívánunk a további rendezvényekhez. Köszönöm szépen, jó munkát, jó főzést! Szia! Tehát akkor fogjunk is hozzá a mai ételünkhöz. Jöhet egy kevés mangalica zsiradék a serpenyünkbe. Feltettük a vizet főni, amiben elkészítjük a kakukkfűves puliszkánkat. A vízhez jöhet egy kevés só. Jöhet is bele a serpenyőbe a finom mangalica csülök, amit szépen le fogunk pirítani ropogósra. Adunk hozzá 2 zúzott fokhagymát, amit csak a késsel összetörünk. Felkarikázzuk a hagymát, amit majd a csülökre fogunk helyezni. Készül a serpenyős hagymás csülök, készítjük el a puliszkát is kakukkfűvesen. Jöhet az eresztett puliszkánkhoz a kakukkfű. Fantasztikus ízharmóniák keletkeznek itt a mozdítható pult mögött. Közben mérsékeljük a tüzet. Tudni kell, hogy a csülök azért elég veszélyesen szokott pattogni, hogyha az olajba vagy zsiradékba kerül. De már csodaszép színe van, felvette a bordó-piros színt. Eközben, míg sül a csülök és készen lesz a puliszkánk, készítsünk egy tormahabot. Ami nem másból fog állni, mint tejszínből. És tormából.
Elkészült a csülök, készen van a kakukkfűves puliszkánk, a tormahabunk, úgyhogy szerintem tálaljunk. Egy fatányírosra gondoltam, esztétikailag is sokkal szebben fog mutatni. Pár levél saláta. Jöhet a kakukkfűves puliszka. Jöhet a ropogós mangalica csülök. Jöhet rá a hagymakorona. És nem utolsó sorba a tormahab. Egy kis kakukkfűvel körbeszórjuk. Jó étvágyat kívánok hozzá, de még mielőtt nekikezdenénk a lakomának, megérkezett Dodó házigazda egy jó pohár szilva pálinkával. Egészségére! Isten áldja meg! Jó étvágyat! A műsor támogatta a Merkur, a Székelyföldi Üzletlánc. A Főnix konyha a Sike Tamás borokat ajánlja. Laguna Pizza, az ennivaló barát. A Főnix konyha a Terézia tejtermékeit használja. Csapatunk autóit a Székelyudvarhelyi Eurocar Trading szervizeli. Gerendás étterem, a helyi, hagyományos ízek őrzői. Média partnerünk a Kulmédia, a Prima Rádió és a Nőileg magazin.